Egyrészt, aki ismer, az tudja, hogy én szeretek családtörténettel foglalkozni, családtörténetet kutatni. Egyrészt, mert érdekes, hogy van egy történeti vonatkozása, illetve van egy nagyon egyszerű életmódbeli vonatkozása is, és sokszor megyek ki családokhoz is gyűjteni még történeteket és anyagot is. Illetve a másik vonatkozása, hogy az ELTE-n, a művelődés történeti tanszéken vagyok doktori képzésben, és ott a témám az esztergomi jogász családok története és kapcsolati rendszere, és az előadásom főszereplője, tulajdonképpen a doktorimnak egy kisebb szereplője, ezért gondoltam, hogy nagy vonalakban bemutatnám önöknek vitéz dr. Brenner Bánomi Antal életútját. Kezdjük el. 1883-ban született Brenner Antalként, a szüleinek a 10. gyermeke volt, összesen 11-en voltak testvérek, 6 fiú és 5 lány. A szülei idősebb Brenner József kereskedő, illetve az édesanyja Nitter Magyar Róza. Róla érdemes tudni, hogy az esztergomi takarékpénztárt alapító Nitter Ferencnek volt a lánya. A tanulmányait, mint ahogy a négy füvére is, az esztergomi Bencés Főgimnáziumba végezte. Itt az érettségét, itt láthatom az érettségi tablóját. Az osztálytársai közül még érdemes kiemelni a szintén jogász Gró Józsefet, aki később Mindszenty Herceg primásnak volt az ügyvédje. Majd az érettségi után először a Magyar Király Jogtudományi Egyetemre iratkozott be Budapestre, ott viszont csak 3 évet végzett el, és utána a Kolozsvári Ferenc József Tudományi Egyetemen diplomázott le, lett jogász. A másik képet csak azért tettem, mert itt az 5 Brenner fiú látható, itt hátul látjuk Brenner Antalt, még fiatal ifjú fiúként. Ha a munkásságára gyorsan átugrunk, az egyetem után hazatért Esztergomba és a hivatali pályáját kezdte meg. 1907-től városi közgyámk lett, majd 1908-tól tanácsjegyző, majd 1914-ben az első világháború kirobbanásával önmaga is, és 3 füvére is bevonultak. Mind a 4 Brenner fiú máshova került, csak levelezni tudtak egymással. Antal a császár és királyi 76-os gyalogezred hadnagya lett, majd később főhadnagyi rangot kapott. 1914 őszén a lublini harcokban comblövést kapott, viszont annyira szerencsés volt, hogy a lövedék nem okozott nagy problémát. A lövedéket évtizedekkel később műtötték csak ki a combjából, és hamar vissza tudott térni a frontra, és utána az orosz fronton harcolt tovább. Katonai pályafutásáért és bátorságáért majd kitüntették. 3. osztályú katonai érdemkeresztet kapott hadidíszítménnyel, illetve ezüst és bronz katonai érdemrendet adományoztak neki. A katonai pályafutásáról szóló anyag az jelenleg a Komárom-Esztergom vármegyei levéltárban van, ott kutatható. Miután visszatért az első világháborúból, visszatért a hivatali rendbe, mondjuk így. 1918-tól 23-ig gazdasági tanácsnok volt, 1919 után megvádolták az esztergomi újságokban, hogy a diktatúra alatt nem mondott le a posztjáról, nem távozott a posztjáról, és azzal védekezett, hogy ő úgy érezte, hogy ezzel tudja megvédeni a város vagyonát, hogy ne legyen a proletároké a közvagyon. Majd 1923-tól polgármester helyettes és főjegyző lett. Itt a felső képen láthatóak esztergomi hivatalnokok, itt mutatom Brenner Antal, ez egy 30-as években készült fénykép, és a budapesti jezsuita Marréz a lelki gyakorlatos házban vannak, ez a Balassa Bálint Múzeum fényképen. Majd már 1939-ben felterjesztették vitézi rangra, de csak 41 őszén kapta meg. Itt látható jobbra a teljes vitézi rend öltözékébe. Az érdekes, hogy a kar, az ékszerek és tulajdonképpen a gombok is, az a mai napig megvan a családnál. A nadrág és a csizma, amit nem látható, az bekerült a Balassa Bálint Múzeumba. A kabát az nincs meg. Azt senki nem tudja, hol van. És ekkor ő tulajdonképpen Bánomira magyarosítja a nevét, és azért Bánomira, mert a feleségével együtt az esztergomi Bánomi dűlőben volt családi házuk, és ott laktak, és ezért lett ő aztán innentől kezdve Bánomi Antal. Majd 1944-ben, amikor ugye a Milasok átvették az uralmat, akkor ugye Etterjen őt a polgármestert sem hagyták a helyén, és
őt is tulajdonképpen 61 évesen nyugdíjazták. A pályafutása, az én röviden ennyiben foglalnám össze, de kicsit kitérnék a családi életére is, mert az is érdekes. A felesége Lindner Rafaella, és aki Esztergomban ismerős, az tudja, hogy hol van a Szamos kávéház, ami ugye a 20. század elején a központi kávéház volt, és akkor a tulajdonosa Lindner János volt, aki viszont nagyon fiatalon meghalt a 40-es éveiben, és özvegyen hagyott egy 36 éves özvegyasszony egy 16 éves lánnyal, és a korabeli plegykák szerint rendben után nagyon sokat járt a kávéházba, és nem lehetett tudni, hogy az anyához vagy a lányához jár, de végül a lányt vette el. 1913 őszén elvette Lindner Rafaellát, 5 gyermekük született, 3 lány és 2 fiú, itt látható a gyerekeimem, és a 2 fiúban mind a 2 harcolt a II. Világháborúba, az egyik ott el is tűnt és nem jött haza. A másik nagy család portré, ez tulajdonképpen a Brenner szülők és a 11 Brenner gyerek, feleségekkel, unokákkal, és nekem itt van egy személyes vonatkozásom, és még a jogász családok húszba bejönnek, hogy Brenner Antal van itt hátul, az ő nővére a Brenner Irma, aki nekem a dédanyám, aki hozzáment idősebb prokuratúrához, aki ügyvédis városi főjegyző volt a városban, akinek a fia, az én nagyapám, itt van kisfokoként, és ő meg bíró volt Esztergomba egészen az 50-es éveig. Tehát a jogász családot az így kicsit hazahúz a szívem, mondjuk így. Ha kicsit a társasági életét még szeretném röviden elmondani, alapító tagja volt az Esztergom vidéki régészeti és történelmi társulatnak 1896-ban, ami tulajdonképpen az esztergomi Balassa Bálint Múzeum jogelődje. Állítólag nagyon jól sportolt, főleg az atlétika vonzotta, és később is a MOVE sport szakosztályának a helyi elnöke volt, és lelkesen támogatta, illetve az 1930-as években újra alakult esztergomi zenekedvelők körének is tagja volt, és ezt a családtól tudtam meg, hogy nagyon szépen hegedült, és mai napig valahol megvan a hegedűje, illetve tagja volt az esztergomi nemes társaknak. Ez egy asztaltársaság, amiről tulajdonképpen én nem találtam semmit, csak a 2 nagy könyvüket, ami benn van a múzeumban. 1926-ban alakultak, és tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy az urak hetente, havonta összeültek egy-egy megfelelő esztergomi és párkányi étteremben, megvitatták a világ sorsát, jókat tettek, jókat ittak, de azért néha adományokat gyűjtöttek, megsegítették a szegényeket, nem csak italoztak, viszont minden tagnak volt egy mellékneve, vagy gúnyneve, vagy beceneve. És itt lehet látni, hogy Brenner Antal, városi főjegyző, ugye foglalkozása, és az ő mellékneve mondjuk így, hogy városi, de ha egyre lejjebb menjünk, ott van a testvére Brenner Ferenc, nyugalmazott bankigazgató, aki mellett viszont az van, hogy ószeres, de tulajdonképpen azért, mert Brenner Ferenc ennek volt egy hatalmas régiséggyűjteménye, ami később egyébként a Balassa Bálint Múzeum régészeti gyűjteményébe került. Ezt a családképet azért hoztam, mert tulajdonképpen a 20-as években ez volt a vasárnapi délutánok. Vasárnapi délutánok a Brenner szőlőben, itt van Brenner Antal, még az édesanyja, testvérei, unokahúgok, sogorok, rokonok. Egy vasárnap délután a családdal tulajdonképpen. És tulajdonképpen 1963-ban ők még a feleségével megünnepelték az 50 éves aranylapjukat, majd 1966-ban Brenner Antal 83 évesen elhunyt, de megérdemli az unokái születését is. És hát én nagyon nagy lépésekben ezt szerettem volna röviden elmondani, még ott hátul látható, de ez is egy családi kép, hogy hát egy vasárnap délután. Köszönöm szépen a figyelmet!